A közelgő már tavaszi és nyári rendezvényeken való megjelenés, logótervezés, a település részi pincesorok aktív bevonására vonatkozó tervek, ilyen és ehhez hasonló feladatok fogalmazódtak meg annak az egyeztetésnek a keretében, amelyet legutóbb az ASZU Bölcsője Egyesület elnöksége tartott, mert hogy megkezdődött a konkrét munka is a közelmúltban életre hívott civil szervezet esetében. Ötletekből pedig nem volt hiány, és azok tovább gondolásával számos újdonság és érdekesség körvonalazódott, amelyek egyben a város életét is színesítik majd. Nyakunkon vannak a rendezvények, a május 1-e elsősorban, ahol megpróbálunk minél több helyi borászt megszólítani, hogy a rendezvényen kitelepüljenek, bort kínáljanak. Művelődési házzal egyeztetve megvan a nyár többi programja, arra is megpróbáljuk megszólítani a helyi borászokat, hogy minél többen települjünk ki a rendezvényeikre, illetve hát a továbbiakkal kapcsolatban szó esett egy esetleges múzeum létrehozásáról. Hát ez egy nehezebb dió lesz, de szerintem ez is össze fog jönni. Igyekszünk elsősorban felzárkózni, utána vezető szerepet betölteni. Én úgy látom, hogy egy olyan jó elnökség állt össze, akiben rengeteg az ambíció, tenni akarás, és ezt ki kell használni a város érdekében, az itteni borászok érdekében, a hagyományaink okán. Sátoraljaújhelyi szőlészeti és borászati hagyományainak őrzése és újra megismertetése az itt élőkkel is kiemelten fontos cél hangzott el az eseményen. A város ugyanis a történelem folyamán mindig kiemelt szerepet töltött be a régió a történelmi borvidék életében. Az önkormányzat kezdeményezésére a létrejövő egyesület egy hiányt fog eltüntetni. Azt a hiányt, ami az elmúlt évtizedekben új helyt érte a tokajhegyei bortermelés tekintetében, marketingben is és sok minden másban is, de most itt vagyunk. És lehetőleg ezt bemutatkozást a lehető legrövidebb időn belül meg kell tenni, például, ha minden jól megy, már május 1-én. A program keretén belül borkostolás, pincelátogatás, mint alprogram megjelenne. Én hiszem azt, hogy ezek az első lépések is azt mutatják, hogy van igény a Tokajhegyen belül az újhelyi, a térségi borokra, hiszen akkor, amikor a újhelyi borról beszélünk, akkor beszélünk a károlyfalvai dülőkről is, a köveshegyi dűlőkről is, és a város felett lévő szőlőkről is. Megvannak az értékeink, csak meg kell mutatni, ezen fogunk dolgozni. Az Egyesület elnöksége a közösségi felületeken történő lehetőségek kiaknázásáról is egyeztettek.